Az új pécsi RC offroad pályát úgy tervezték meg, hogy alkalmas legyen nitrós és elektromos 1.8-as és 1.10-es kategóriájú offroad magyar bajnoki futamok rendezésére is. A nyitóversenyt hétvégén tartották. Az egyedi karakterű pálya különböző tapadási felületekből áll. Van agyagos föld és műfüves borítás is a terepen. Két év munka után készült el ez a pálya. Ahogy említettem, és minden elemében megfelel arra, hogy egy magyar bajnoki futamot rendezzünk rajta. Tehát a pálya hosszúsága az nagyságrendileg 260 méter, és az átlagos pálya szélesség egy-egy nyomsávnak, annak 4 méter. Vannak rajta különböző elemek, amik ugye arra szolgálnak, hogy az autók ne csak simán a talajon menjenek, hanem legyen benne egy kis karakter is. A versenyre a Szekszárdi Spurkerék Modellező Sportegyesület tagjai is eljöttek, akik több kategóriában neveztek. 10 éve vagyunk egyesület, mi még nem tartunk ott, mint a pécsiek, mi épülünk, de remélhetőleg jövőre mi is pályába tudunk rendelkezni, és így össze tudunk dolgozni a pécsi egyesülettel. 1.8-as nitró kategóriában neveztek a PAME RC egyesület képviselői. Szerintem kiváló minőségű, látszik, hogy van alatt új, nincsenek még előre hibák, ez egy jól megtervezett, jónak tűnő pálya. Az RC Offroad pályát csaknem 4 millió forintos saját beruházás keretében valósította meg a Pécsi Ércbányász Modellező Klub, melynek 12 tagja nevezett a versenyre.